Washington diplomáciai megoldásra törekszik, így reagált a Fehérház arra, hogy Vlagyimir Putyin szerint az Egyesült Államok háborúba akarja keverni Oroszországot. Moszkva tagadja, hogy támadásra készülne Ukrajna ellen. Joe Biden elnök közben jóváhagyta, hogy 3000 amerikai katona érkezzen Lengyelországba és Romániába. Együtt gyakorlatoznak az orosz és a fehér orosz harckocsik Belarus több pontján. A nagyszabású hadgyakorlat hivatalosan csak a jövő héten kezdődik, a két ország hadserege azonban már most szorosan együttműködik. A műholdas felvételeken jól látszik, hogy az ukrán határ közelében egyre nagyobb számban vonulnak fel az orosz csapatok. Északról, keletről és délről ukrán titkosszolgálat értesülések szerint már 130 ezerhez közelít az orosz katonák száma, emellett fejlett haditechnikai eszközöket, katonai járműveket is felvonultatnak. Moszkva azonban tagadja, hogy támadásra készülne Ukrajna ellen, már az orosz ENSZ nagykövet vészjósló nyilatkozatot tett. A feszültség növekszik, sőt, akár váratlanul is keletkezhet feszültség. Nem zárhatunk ki semmit, mondta az orosz diplomata. Vlagyimir Putyin az Orbán Viktorral folytatott keddi moszkvai tárgyalásai után azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy az háborúba akarja keverni Oroszországot. A Kreml közben felkészült azokra a szankciókra, amelyeket a nyugati országok arra az esetre helyeztek kilátásba, ha az orosz hadsereg megtámadná Ukrajnát. A büntető intézkedések tekintetében az Egyesült Államok kiszámíthatatlan. Megvannak a terveink arra, hogy ennek következményeit minimalizáljuk, illetve elhárítsuk, mondta a Kreml szóvivője. Az Egyesült Államok diplomáciai megoldásra törekszik. A diplomácia ajtaja nyitva van. Azt nem tudjuk, hogy Putyin elnök hogy dönt majd, de azt látjuk, hogy az ukrán határon orosz csapatok vonultak fel, mondta a Fehérház szóvivője. Kievben úgy értékelik, hogy nincs közvetlen inváziós veszély. A hadsereg és a civilek azonban készülnek. Volodymyr és Vitalij Klitschko volt nehézsúlyú ökölvívó világbajnokok, az elsők között jelentkeztek tartalékosnak.